Prabhupada, 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 Prabhupada,
Prabhupada, Jaya Jaya Bam. Your payment in day. Adi Lila, right? Chapter 1, verse 36. Madhya Lila. Oh, Madhya Lila, verse 1, right? I mean, chapter 1, verse 36. This is Madhya Lila, chapters 12 through 16 here. That's what it says. I think we need the first volume of Madhya Lila. Okay. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya 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 Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Ghor Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Ghor Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 1. Verse number 36, right? Is that correct? Okay. Hát a Chaitanya Charitamrita Madhya Lila első fejezet 36-os versétől fogunk olvasni. Okay. This is on the board. Yeah. Eya sabda granta kaila gosana sanatana. Rupa Goshani kaila yatra ke kuru gonana. Rupa Gosani Kaila Yata Kekaru Ganana. Eya Sabda Granta Kaila Gosana Sanatana. Eya Sabda Granta Kaila Gosani Sanatana. Rupa Gosani Kaila Yata Kekaru Ganana. Rupa Gosani Kaila Yata Kekaru Ganana. Eya Sabda Granta Kaila Gosana Sanatana. Eya Sabda Granta Kaila Gosani Sanatana. Rupa Gosani Kaila Yata Kekuru Ganana. Rupa Gosani Kaila Yata Kekuru Ganana. Hey Sabha Granta Kaila Gosani Sanatana. Rupa Gosani Kaila Yata Kekaru Ganana. Hey Sabha Granta Kaila Gosani Sanatana. Rupa Gosani Kaila Yata Kekaru Ganana. Ladies. Esava Granta Kaila Gosani Sanatana. Rupa Gosani Kaila Yata Kekaru Ganana. Esava Granta Kaila Gosani Sanatana. Rupa Gosani Kaila Yata Kekaru Ganana. Anyone else? Még valaki? Esava Granta Kaila Gosani Sanatana.
Rupa Gosani Kailayata Ke Karu Ganana. Word for word, A Sabha. All these. Mindezek. Granta. Scriptures. Szentírások. Kaila. Compiled. Összeállította. Gosani Sanatana. Sanatana Goswami. Sanatana Goswami. Rupa Gosani. Rupa Goswami. Rupa Goswami. Kaila did. Tette. Yata. All. Mind. K. U. Ki. Karu Ganana. Can count. Képes megszámolni. So translation. So now we've heard about the books of Sanatan Goswami from the previous verse. Now we're going to hear about the books of Rupa Goswami. Ugye az előző versben hallottunk Sanatan Goswami négy könyvéről, most Rupa Goswamiról lesz szó. We have already given the names of four books compiled by Sanatan Goswami. Similarly, Sri Rupa Goswami has also compiled many books which no one can even count. Már felsoroltam Sanatana Goswami négy könyvének címét. Srila Rupa Goswami szintén olyan sok könyvet írt, hogy senki nem képes megszámolni sem őket. Verse 37. I shall therefore enumerate the chief books compiled by Srila Rupa Goswami. He has described the pastimes of Vrindavan in 100,000 verses. Ezért most csak főbb könyveit sorolom fel. 100,000 versben örökítette meg a vrindávanai kedvteléseket. Text 38. The books compiled by Srila Rupa Goswami include Bhakti Rasamrita Sindhu, Vidagya Madhava, Ujwala Nilamani and Lalita Madhava. Könyvei közé tartozik a Bhakti Rasamrita Sindhu, a Vidagha Madhava, az Ujwala Nilamani és a Lalita Madhava. Verse 39 and 40. Srila Rupa Goswami also compiled the Dana Keli Komodi, Stavavali, Lila Chanda, Padyavali, Govindaviru Davali, Mathura Mahatmya, and Nataka Varnana. Ő írta továbbá a Dana Keli Kaumudit, a Stavavalit, a Lila Chandát, a Padyavalit, a Govindaviru Davalit, a Mathura Mahatmyát és a Nataka Varnanát is. Verse 41. Who can count the rest of the books headed by the Lagu Bhagavatamrita written by Srila Rupa Goswami? He has described the pastimes of Vrindavan in all of them. Kiszámlálhatná meg Srila Rupa Goswami többi könyvét a Lagu Bhagavatamritával az élen, valamennyiben a vrindavanai kedvtelésekről mesélt. Now there is a very, very lengthy purport describing a few of these books that were just mentioned. Egy nagyon-nagyon hosszú magyarázat van, ami az említett könyvekből néhányat leír. I'll just read a little bit and then we'll go on. És egy keveset felolvasok belőle, és aztán tovább megyünk. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati has given a description of these books. How about you read the passage and then I will read the whole. I'm just going to read a couple of lines from the. That's, yes. Yeah. Or shall I translate sentence by sentence? Yeah. Yes. Okay. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati ismertette ezeket a könyveket. This guy wants to take rest here. Okay, so Srila Bhakti Siddhanta Saraswati has given a description of these books.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati ismertette ezeket a könyveket. So the rest of the purport describes Bhakti Rasamrita Sindhu and a magyarázat további része a Bhakti Rasamrita Sindhut magyarázza. And Vidagya Madhava. Then this, the Vidagya Madhava. Lalita Madhava. Lalita Madhava. And that's it for this purport. És akkor most ennyit fogunk. Which is very detailed in its description. Nagyon részletes leírás. Om Gyan Timirandasya Gyana Jana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Vanobhistam Staptitam Yena Bhutalai Swayam Rupa Kadammayam Dadati Swampadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavari Pastyatya De Satarine Panchakalpa Taruvischa Kripa Sindhu Bebacha Patitanam Pavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namaho Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasati Gaur Bhaktivrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in one particular lecture, at least maybe a few times, His Divine Grace Srila Prabhupada has said that the six Goswamis have written all of their books based on the eight prayers of the Shikshastika. Őisteni kegyelme Srila Prabhupada több leckében is említette, hogy a hat Goswami lényegében az összes művét a Shikshastakam alapján írta. So we might say Shikshastakam is the foundation for which all of the Vaishnav literatures, especially coming in our line, have been produced. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Shikshastakam az az alap, amelyre különösen a mi vonalunkban az összes szentírás alapozódik. Of course, we know these eight prayers were written by the Supreme Personality of Godhead himself, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Természetesen ismerjük azt a nyolc verszakot, amelyet a Istenség legfelsőbb személye, Úr Chaitanya Mahaprabhu írt. So they're the perfection of all prayers. Tehát ez minden versnek a tökéletessége. But they're much, much more than that. De ennél sokkal több van benne. Now these eight verses are actually the embodiment of the Hare Krishna Maha Mantra. Ez a nyolc vers tulajdonképpen a Hare Krishna Maha Mantrának a megtestesülése. It's been said by Srila Bhakti Vinod Thakur, and also confirmed by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, that it's non-different. These eight verses are non-different than the holy name. Srila Bhakti Vinod Thakur már kimondta, és Srila Bhakti Siddhanta Saraswati megerősítette, hogy tulajdonképpen ez a nyolc vers, ez a Hare Krishna Maha Mantrának a megnyilvánulása. The name of Krishna, especially as it's expressed in the mantra, is the essence or the complete understanding compacted in the sound vibration of Krishna's name. Everything is there. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ebben a három szóban és a mantrában az összes tudás megnyilvánul, benne van foglalva. So the acharyas go on to give a little bit more detail of this principle. És az ácsárják egy kicsit ki akarják részletezni ezt a tudást. They explain that the first verse is Hare Krishna. Second verse is Hare Krishna. The third verse is Krishna Krishna. The fourth verse is Hare Hare. The fifth verse is Hare Rama. The sixth verse is Hare Rama. The seventh verse is Rama Rama. The eighth verse is Hare Hare. Tehát ez a nyolc verszak, ez így áll össze, hogy az első verszak a Hare Krishna, a második verszak a Hare Krishna, és itt tovább. Now, although that is absolutely
correct, given by the acharyas, you still have to chant Hare Krishna. You can't just chant those eight verses. That and expect your rounds to get done. I didn't get that completely. You got, you went, I went a little too far on that one, huh? Well, I was just saying that you can't substitute your chanting of the holy name for the chanting of the eight verses. Nem lehet a Siksástakam 8 versével behelyettesíteni a Hare Krishna mantra vibrálását. But they're much more than in unpacking these verses by the great souls, we understand that the entire nine processes of bhakti are mentioned in these eight verses. Hogyha kibontjuk ezt a 8 verset, akkor azt találjuk, hogy az odaadó szolgálat mind a 9 folyamata itt benne van foglalva. Stage by stage, Rupa Goswami has given this understanding based on these nine, eight verses. Rupa Goswami kifejtette ezt ez a 8 vers alapján. Adaustradu, Saru Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhava, and Prema. So these eight stages are mentioned in the verses consecutively. Ezeket a fokozatokat a 8 vers egymás után ismerteti. In the first verse, Chaito Darpana Marjanam, the first three stages of bhakti are mentioned. Az első versben a bhakti első három lépcsője van ismertetve. Adaustrada means faith. So one has a little bit of faith. Based on that faith, they become interested in association with the spiritual activities and take association of devotees, the second stage, sadhu sangha. Tehát ugye, ha van egy, először kezdetnek van egy kis hit, és akkor erre a hitre alapozva az illető érdeklődést kezd tanúsítani a lelkélet iránt, majd vonzódni kezd a bakták társaságához. And in the also Vajra Kriya, because Vajra Kriya means taking shelter of the bona fide spiritual master and working under his guidance. Bhajana Kriya ugye azt jelenti, hogy menedéket veszünk egy hiteles lelki tanítómesternél. But in that first verse also the benedictions, that the prime benedictions, you might say, the chanting of the holy name of the Lord includes unlimited amounts of benedictions and glories. But seven are mentioned in the first verse. De az első versben áldás is van, és bár a szent névben végtelen sok áldás van, de mégis itt az egy kezdeti fázist említ. Chaito Darpana Marjanam, cleansing the mirror of the mind. Ugye az elme tükrének a tisztítása. The mind is like a mirror, or is compared to a mirror. Az elmét egy tükörhöz hasonlítja. And it reflects what's inside, outside. És ugye az tükrözi belül azt, ami kívül van. Reality is objective, but consciousness is subjective. A valóság az objektív, de a tudat az szubjektív. So as we impose our subjective consciousness on the external reality, we come up with a certain understanding of reality. Tehát ugye azzal, hogy kivetítjük a belső megértésünket a külvilágra, azzal egy fajta megértéshez jutunk a külvilággal kapcsolatban. So everyone sees the external world and relates to it in, maybe you say, a different way, and in some cases slightly different way. Ugye, ahogy az ember viszonyul a külvilághoz, az egy kicsit más, sokszor csak egy kicsit más, mint maga a valóság. Prabhupada gives an analogy on this particular point. Ezt a pontot Srila Prabhupada egy analógiával világítja meg. Atmanam manyate jagat. Everyone sees the world according to
They think everyone else sees things the way they see it. Ugye mindenki úgy azt hiszi, hogy mindenki úgy látja a világot, ahogy ő látja. And Prabhupada gives the analogy, there's an old man, he's sitting in his living room, and his wife is in the kitchen cooking. Ugye Prabhupada azt a hasonlatot mondja, hogy van egy öreg ember, aki a nappaliban üldögél, és a felesége a konyhában főz. And so he's waiting, he's hungry, he wants the, you know, the dinner to come. Ugye éhes, és várja, hogy most megérkezzen a vacsora. And so he calls to his wife, my dear wife, when will supper be ready? És úgyhogy kiszól a feleségnek, hogy kedves feleségem, mikor lesz kész a vacsora? And she calls back, just be quiet, just read the paper, I'm still work, still cooking, you know. Feleség visszaszól, csak hallgassám, olvasd az újságot, majd ha kész lesz, szólok. So after a while, he calls again. Egy idő után a férj megint kiszól. And again, she responds. És a feleség ugyanazt mondja. Now the man's deaf. De az ember süket. And he says, what's wrong with my wife? Why isn't she answering me? De mint hogy az ember süket, ezért a felmerülben most mi van a feleségemmel, miért nem válaszol? He's deaf. Yeah, süket. He can't hear her calling. Can't hear her? He can't hear her calling. Aha. Nem hallja azt, amit a feleség válaszol. And he thinks she's deaf. És azt gondolja, hogy a felesége süket. Yeah, more than that's called material consciousness. Ez az anyagi tudatosság. And full blown, fully blown. Yeah, ez a tökéletesen, teljesen, kiteljesen. So the mind is like a mirror, reflects inside what's outside. Tehát ugye az elme az visszatükrözi azt, ami kívül van. Baba Mahadevagni Nirvapanam, the chanting of the holy name of the Lord pushes back the effects of material energy. De a Hare Krishna mantrának az éneklése visszanyomja, visszaszorítja az anyagi energia hatását. Hari Atmika, Hari Bautika, Hari Daivika, the miseries that come by living in the material world. Ugye mindazokat a nyomorúságokat, ami az anyagi világban való élettel jár, ezeket visszaszorítja. So as one chanting develops, these miseries have less and less effect. The miseries are still there, but the effect that they have becomes lessened by the power and protection of Krishna's holy name. So, hogyha fejlődik a japázásunk, úgy ezek a nyomorúságok visszaszorulnak, megmaradnak, de annál kevésbé hatnak rá. Sreya kaiva vichandrika vitaranam. Sreya means auspicious. Kaivara refers to a lotus flower. Az egy első szó azt jelenti, hogy kedvező. Second, it's Kaivara is a type of lotus flower. Az egyfajta lótuszvirág. But it's unique among lotus flowers. De ez különleges lótuszvirág, mert it blooms under the rays of the moon. Mert a holdfényben virágzik. So the cooling rays of the moon help to bring about the opening of the lotus. A hold hűvös sugára készteti ezt a lótuszvirágot, hogy kivirágozzék. So one's good fortune becomes awakened by the chanting of the holy name, and the heart is compared to a lotus flower that's being opened. Tehát ugye a szent név éneklése az az olyan, mint amikor ez a lótuszvirág kinyílik. Tehát így hat ránk. Okay, Shreya Kaiva Vichandrika Vidya Vidu Diva Jivanam. Vidya means knowledge, Vidu means bride. There's like bridegroom and bride, the women. Mm-hmm. Tehát a vidya azt jelenti tudás, a másik szó azt jelenti, hogy menyasszony, illetve vőlegény. So the bride gives life to the bridegroom as chanting of the holy name gives life to transcendental knowledge. Tehát ahogyan a menyasszony életet ad a vőlegénynek, úgy a Hare Krishna mantra ad erőt nekünk. Actually, I said it backwards. The bridegroom gives life to the bride. Ah, fordítva mondtam.
A vőlegény ad erőt a mennyasszonynak. But since it's Kali Yuga, I said it the other way. De mint hogy Kali Yugában vagyunk, ezért fordítva mondtam. Because it's more appropriate. De persze ez így megfelelő. Okay, anandam buddhi vardhanam, which means anandam means bliss, or and buddhi means deep in this case, and vardhanam refers to ocean. So ananda is happiness or bliss or joy. A buddhi ebben az esetben buddhi means deep, mélységet jelent, és and vardhana refers to ocean. Pedig az óceánt. So there is a deep ocean or unlimited ocean of transcendental happiness. Tehát ez a transzcendentális boldogság határtalan óceánja. That's available by chanting the holy name. És ez az, amit a szent név éneklése ad. Now the jiva, the word jiva also has a meaning limited. A jiva azt is jelenti, van egy ilyen jelentése, hogy korlátozott. But the jiva becomes unlimited in experiencing happiness. De amikor a jiva a boldogságot megtapasztalja, akkor korlátlanná válik. So that in that description by the acharyas, it says there's unlimited happiness that the jiva can experience by chanting Hare Krishna. Tehát az acharyák azt mondják, hogy a Hare Krishna Maha Mantra éneklésével a jiva határtalan boldogsághoz jut. So there is a little kind of, I don't know how to describe it in definition, but Radharani is there and Krishna is there. Nem is tudom, hogy hogyan magyarázzam ezt a definíciót, de Radharani ott van, és Krishna is ott van. And Krishna looks at Radharani. Krishna ránéz Radharanira. He sees how beautiful she is. Látja, mennyire gyönyörű. And that makes him more happy. És ettől még boldogabb lesz. And then Radharani looks at Krishna, sees that he's become more happy, and therefore she becomes more beautiful. És akkor ránéz Krishnára, látja, hogy mennyire boldog lett, és ettől még szebb lesz. And then Krishna looks at Radharani and sees that she becomes more beautiful, therefore he becomes more happy. Aztán Krishna ránéz Radharanira, látja, hogy mennyire szebb lett, és akkor még boldogabb lesz. And then Krishna looks back at Radharani, sees that she's become more beautiful, therefore he becomes more happy. Tehát, hogy látja, hogy tehát ez így megy, hogy egyre szebb lesz, és attól Krishna egyre boldogabb lesz. And it keeps going. És ez így megy tovább. It doesn't stop. The beauty and the happiness are both unlimited within the transcendental personalities. But that is described in this sense that one can also experience unlimited happiness through the chanting of the holy name. De ugyanez a határtalan boldogság, ez elérhető azzal, hogyha a szent nevet énekli valaki. And then anandam buddhi varnam pratipadam purnam rita svarnanam, that through the process of chanting the holy name, one gradually awakens their understanding of their relationship with Krishna. És azzal, hogyha az énekli az ember a Hare Krishnát, azzal fokozatosan megvalósítja, hogy milyen kapcsolatban áll Krishnával. Step by step one becomes, and the consciousness develops along with the practice of pure devotional service. One is following, this is assuming everyone's following properly, that one starts to understand within one's nature, one's spiritual nature. És ahogy ez lépésről lépésre halad ez a folyamat, úgy fokozatosan megérti az ember a lelki lényegét. Or one spiritual identity. Valaki a saját lelki azonosságát. Sarvatma snaparam means everything in relationship to the chanting. In other words, your home, your family members, everyone in relationship to you also benefits from the chanting of the holy name. És a szent név éneklése, ez azt is jelenti, hogy a szent név éneklése mindenkinek kedvező, mindenkinek, aki veled kapcsolatban van, az otthonod, a családod, a minden kapcsolatod. So what we're talking about is that we mentioned the different books given by the Goswamis. Ugye, and Srila Prabhupada mentions that the Goswamis wrote all of their works based on these eight prayers.
Is written by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Említésre kerültek ezek a könyvek, ezek a szentírások, és Prabhupád kifejti, hogy ezek mind erre a nyolc verszakra épülnek. And just to mention something little cute, I guess you might call it cute. Hogy hadd említsek valamit, ami cuki, ha szabad ezt a kifejezést használni. This is the Supreme Personality of Godhead. Ugye ez az Istenség legfelsőbb személyisége. Jetal darpanam arjanam, bhava mahadarvagni nirvapanam, chraya kraiva vichendrikar vitaranam, vidyavadhu jivanam, anandam bodhivardhanam, patipodam purnam ritasvardhanam, sarvatmasnapanam, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Wow. So all of the benedictions end with the suffix nam. Nam. És mindezek az áldások ugye ezzel a végződéssel végződnek. Literary perfection. Ez egy csodálatos irodalmi mű. So that first verse covers these three stages of bhakti, adaustrada, sarusanga, and bhajana kriya. Ugye az első vers ezt a bhaktinak az első három lépcsőjét fedi le. But the acharyas also mentioned that these different stages of bhakti are also mentioned in progression to the seven benedictions. De azt mondják az acharyák, hogy a hét áldásban ezek a bhakti lépcsők újra megjelennek. And the second verse describes that all of the mercy, all of the, it's no hard rules, no hard and fast rules. Anyone can chant Hare Krishna anytime, anywhere. And Krishna has many names. He talks about the principal names. Tehát arról beszél ugye a második verszakban, hogy nincsenek szigorú szabályok arra, hogy hogyan lehet énekelni a szent nevet, bárhol, bárki, bármilyen körülmények között énekelheti. And so, Sri Mahaprabhu ends, but durdaivam means I'm unfortunate. És akkor Mahaprabhu hozzáteszi, hogy olyan szerencsétlen. Everything is given, and everything is given very naturally and easily, but still I have no taste for chanting. Ugye minden adva van, minden könnyű lenne, és még sincs íze az éneklésből. So durdaivam means unfortunate. Azt mondja, hogy szerencsétlen. Why am I unfortunate? Hát miért szerencsétlen? Because I commit offenses. Sorry? Because I commit offenses. Mert elkövet különböző sértéseket. So that's that meaning of the word durdaivam refers to that unfortunateness is somehow I commit offenses. Tehát valahogyan sajnálatos módon az ember sértéseket követ el. So that verse is synonymous with anartha-nivritti. Ez a vers tulajdonképpen az anartha-nivrittivel azonos, szinonim. So to move out of anartha-nivritti into nishta, one has to practice, along with the process, one has to practice the third verse of ahogy az anartha nivrittitől a nistáig eljussunk, ahhoz nagyon hosszú folyamatot kell gyakorolnunk. So, humility, tolerance, pridelessness and respect for all other living beings is the foundation by which Mahaprabhu emphasizes the ornamentation or the mood of chanting the holy name. Ugye ez a minden élőlény felé megnyilvánuló tisztelet, ez és a Mahaprabhu hangsúlyozza azt, hogy az éneklés, mint az éneklés egy díszítés lesz. And so the acharyas say this verse is nishta. Azt mondják az ácsárják, ez a vers a nishta. And it ends with kirtaniya sadarnahi, that one can develop a taste for the holy name. By practicing these qualities and developing them and chanting the holy name, one develops ruchi, or the next stage of bhakti. Tehát azzal, hogyha ezeket a tulajdonságokat kultiválja az ember és fejleszti magában, és a szent név éneklésével együtt teszi ezt,
akkor eljuthat a következő szintre, a rucsi szintre. And then he goes on to say, nadanam, najanam, nasundarim, kavitam, vajagadisha kamaye, manma jamani, janmani, ishwari, bhavatad bhakti, ahoy tuki tui. I don't want any kind of, you know, luxuries coming by way of wealth nem kívánok semmi luxust, ami aztán követőket vonz magához. Or followers, wealth, and what else? The pleasure of the opposite sex. Nem kívánom élvezni a másik nemet. The word sundarin has two meanings. Ez a szó szundarinak két jelentése van. It refers to that pleasure that one is trying to derive from the association of the opposite sex. Az egyik arra utal, arra az élvezetre, amit a másik nemmel való társulásból szerezhetünk. But Bhaktivinoda Thakur, or I'm not sure either him or Bhaktisiddhanta, says that there's another meaning to sundari. De Bhaktivinoda Thakur vagy Bhaktisiddhanta Saraswati, nem tudom most, azt mondja, hogy ennek a szónak másik jelentése is van. I don't want to be known as a great orator or a great scholar of Vedic knowledge. Ez azt is jelenti, hogy nem akarok a védikus tudásnak a nagy híres tudósa lenni. I'm not looking for that distinction. Nem kívánok ilyen kiválóságot szerezni. Because knowledge brings that type of distinction. Persze a tudás az efféle kiválóságot vagy ismertséget hoz magával. Because people look for popularity in different ways throughout the world, and one of them is to have knowledge. Ugye az emberek különféle módon próbálnak népszerűséget szerezni maguknak, az egyik ilyen mód a tudás halmozása. Sometimes they say, if a person is not very attractive physically, they become attractive by having great knowledge. Mondják néha, hogy a valaki, aki külsejében, testi megjelenésében nem annyira vonzó, vonzóvá válhat a tudás révén. So that's the type of opulence that's looked after in the material world. Ez egyfajta pompa, amit az anyagi világban lehet hajszolni. And Mahaprabhu says, I don't want any of that. De Mahaprabhu azt mondja, nekem ez nem kell. Janmani, janmani, ishwari. I want the opportunity to serve you life after life. Én nekem az a lehetőség kell, hogy szolgálhassalak életről életre. Prabhupada mentions in one lecture that there is a class of spiritualists that say, they chant that verse, but they don't say janmani, janmani. A Prabhupada mondja egy leckében, hogy vannak olyan személyek, akik mondják ezt a verset, de kihagyják belőle azt, hogy janmani, janmani. I'll go for those opulences, I'll reject those opulences just for one life. Tehát ők ezt a fajta pompát egy életre szólóan mondanak le róla. I'm not ready to become your servant life after life. Nem akarok a szolgád lenni életről életre. Just take me on this life. Jó, oké, vedd ezt az életet. Which is nice, but they change the meaning around. Persze ez szép, de azért az egésznek megváltozik a jelentése. But devotees know that devotional service is so deep and so satisfying that even if I have to come back, let me be your devotee again. Tehát a bakták tudják, hogy az odaadó szolgálat annyira csodálatos, annyira mély, hogyha vissza kell jönni, akkor szeretnék, hogyha ezt csinálhatnád. Srila Haridas Thakur in the Mahaprakash Lila, beautiful painting we have on the wall. When he was offered a benediction by Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said, just let me take birth in the home of your devotee so I can, even as a dog, so I can get the remnants of their food. Srila Haridas Thakur azt az áldást kérte, hogy hadd születhessen meg újra egy bakta házában, akár mint kutya, és akkor elfogyaszthatja a bakták maradékait. Is he some type of fanatic? Vagy ő egy kicsit fanatikus? No, he's actually tasting the extreme joy of becoming a devotee of the Lord.
Nem, ő egyszerűen csak így megízlelte azt a fantasztikus, az a csodálatos örömöt, ami abból lesz, hogy valaki a baktája lesz az Úrnak. In any situation. Of course, we don't have to pray like that, but we should look towards that as the ideal. Tehát nem kell nekünk ezért imádkozni, de azért úgy kell tekinteni erre a hozzáállásra, mint az ideális, a tökéletes hozzáállásra. And then, was it nadananayanam gladada? No, not that. What's the verse before that? Ayi nanda tunuja kinkaram tat patitam ambisham ebhavam budo. Kripaya tavapada pankaja stita duli sadrisham vichintaya. So this verse is begging for shelter at the holy name. Ez a vers a szent név menedékért könyörög. And this verse is actually between Ruchi, this is more like a Shakti. Hát ez így valahol a Ruchi és az Ashakti között van, inkább olyan tazosak. Some acharyas say that spontaneous devotional service begins around the standard or the step of Ruchi. Others say it starts at Ashakti. But in any case, it's really crying out for Krishna for the shelter of the holy name. Azt mondják az ácsárják. Sorry about that. Azt mondják az ácsárják, hogy crying out for that shelter that, of the holy name. That, what, what's it begins the mood of spontaneous or a spontán odaadó szolgálat valahol vagy a Rucsi, vagy a Ashakti szintjén kezdődik. De a lényeg az, hogy őszintén szívből sírni Krishna után. And the next verse is Bhava, and the next verse is number 7 is loving Krishna in the mood of separation, and the last verse is loving Krishna in the mood of meeting Krishna. Tehát a... Can you repeat? Yeah, I can repeat. I'm sorry. It's good for repetition. That's what Bhagavatam is about, repetition. Ugye az ismétlés a tudás anyja. That's all we do is repeat. I just fast forwarded a little bit and said that that verse, Nayinam Gladarasrudaraya, tears, shivering in the body, the ecstatic symptoms that one experiences in chanting the holy name is the stage of preliminary love of God, known as Bhava. Igen, tehát amikor a Hare Krishna mantra éneklése közben megjelennek ezek az extatikus szimptomák, hogy a test remeg, hogy izzad, stb., az Isten szeretetnek az első jele, vagy tökéletes. Sometimes devotees have that, right? Néha ez előfordul baktáknál. Everybody's up to that stage of shivering and when you're chanting and na, ki van azon a szinten, hogy amikor énekli a Hare Krishnát, akkor reszket. It happens reszket. To me, it's usually because the room is cold. That's de általában azért reszketünk, mert hideg van a szobában. That's the only reason. It's általában ez az ok szokott lenni, ha van reszketés. But that's another, it's not a symptom of ecstasy, obviously. Persze ez egyfajta, másfajta extázis. I was giving a class in Ljubljana, and I was talking about this, and then one very nice devotee, she said, you know, Maharaj, I was chanting Hare Krishna. Tehát Ljubljanában adtam leckét, és erről a témáról, és odajött egy kedves bakta, és azt mondja, hogy hát én éneklem a Hare Krishnát. I was in my room all alone. Egyedül voltam a szobámban. Then I noticed the hairs on my body were standing straight up. És azt tapasztaltam, hogy ilyen rúdbőrös lettem. Then I realized I was cold. És aztán rájöttem, hogy egyszerűen csak fázom. So not like that. De hát nem erről van szó. So, you know, you might think, I made it, you know. Till you turn up the heat and then you realize you don't. Hát ugye, csak fel kell tekerni egy kicsit a fűtés, és akkor elmúlik ez a... It's a different kind of ecstasy. And then the next verse, of course, Lord Chaitanya is in the mood of deep, deep separation.
And that is Vipralamba Bhav. És a következő vers pedig a Vipralamba Bhavról, az elkülönülés hangulatáról szól. So these last two verses is Radharani's ecstasy for Krishna. Az utolsó két vers az Radharani Krishnával kapcsolatos extázisáról. És persze az Úr Csaitanya hangulatos. So these eight prayers comprise the whole nine stages of bhakti, progressively from one stage to another. Ez a nyolc vers a bhakti különböző lépéseit egymás után írja le. They also comprise sadhana bhakti, which includes bhava bhakti and raganuga bhakti. Bhava bhakti, prema bhakti, all of the three stages of bhakti, sadhana and bhava and prema. Tehát ez a három, in those eight prayers. Tehát ebben a nyolc versben ez a három fő stádium, ez benne van. And the acharyas also go on to say that what is that? Sambandha, abhideya and prayojana, all of the subject matters of the Vedas are also encased within those eight prayers. Az ácsárek azt is mondják, hogy a védák teljes tudása benne van ebben a nyolc versben. So then we can understand Srila Prabhupada's statement that all of the Goswamis have written all of their books. He didn't say some of the books, he said all in that, on these eight verses. Tehát így lehet megérteni azt, hogy Srila Prabhupada miért mondta azt, hogy a Goswamik az összes könyvüket erre a nyolc versre alapozva írták. So this is the, we might say, the king of all prayers is the Sikshastakam prayers. Tehát mondhatjuk, hogy a Sikshastakam nyolc verse az a versek királya. Okay, so we're coming to the time limit. Lassan elérjük az időnk végét. Any questions or comments? Van-e kérdés? Anything about devotional service? Az odaadó szolgálattal kapcsolatban van-e kérdés? Yes. Tehát kérdés az volt, hogy említette, hogy a Sambandha, Abhideya, Prayojana is benne van ebben a nyolc versben, hogy kell ezt érteni? Well, that's Bhakti Siddhanta Saraswati. He speaks about this and he mentions that. But how you can understand it is based on their explanations also. Tehát ugye Bhakti Siddhanta Saraswati beszél erről, de hogy értsük ezt, az ő magyarázataikat is meg kell ismernünk. So what does these three points mean in essence? Mi a lényeg ennek a három pontnak? Sambandha is really relationship. Sambandha az a kapcsolat. And then there's a variety of relationships that are. És nagyon sokféle kapcsolat lehet, többféle kapcsolat. That fall in that category of sambandha, relationship with Krishna, relationship with the Guru, relationship with the devotees on different levels, relationship with the material energy. So Bhaktivinoda Thakur has given many, many topics of Sambandha in his discussion. Tehát Bhaktivinoda Thakur nagyon sokféleképpen elemezte ezt a Sambandha kapcsolatot, ami lehet kapcsolat Krishnával, kapcsolat baktákkal, kapcsolat az anyagi energiával. And Abhideya is the process of bhakti. Az Abhideya az a folyamat, a bhakti. And that's described in essence Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu. Ennek a lényegét Rupa Goswami a Bhakti Rasamrita Sindhuban írta le. And Bhaktivinoda Thakur's Jaiva Dharma is an elaboration on that. És a Bhaktivinoda Thakurnak a Jaiva Dharma című könyve egy részletesebb kínálódás. By Rupa Goswami. Tehát Ujjvala Nilamani Rupa Goswamitól is erről szól. So, I mean, it's all there in our scriptures, the process of bhakti, it's given by the acharyas, Srimad Bhagavatam. But in compact essence, in progression, you find it in nectar devotion.
Tehát tulajdonképpen sok írást lehet ide kapcsolni, de az odaadás nektárja az a főkönyv, amiből ezt meg lehet érteni. I'm going to tell you a secret. Tehát elárulok egy titkot. The ISKCON's coming out with another version of Nectar of Devotion. Az ISKCON-nál dolgoznak az odaadás nektár egy új verzióján. I just got a hold of the introduction to the next version of Nectar of Devotion. De I don't have any idea what the Nectar of Devotion is, but I read the introduction. Tehát nem tudom, mi lesz ebből az új verzióban, de olvastam a bevezetést. And this gives a lot more understanding of Srila Rupa Goswami and his qualities and how he put together Nectar of Devotion. És ez megvilágítja, sok mindent megvilágít Rupa Goswamival kapcsolatban is, hogy ő hogyan írta ezt a könyvet, ezt a And the main point, it shows that he is superior in all other with in relationship to all other great souls who have tried to describe the process of pure devotional service. A lényeg az, hogy ő felett áll minden más baktának, aki megpróbálta leírni az odaadó szolgálat folyamatát. So I don't know when that'll be coming out, but it's being worked on right now. Nem tudom, mikor fog ez kijönni, de dolgoznak rajta. Bhakti Rasamrita Sindhu. That's what, yeah, it's not exactly the same. Yeah. Bhakti Rasamrita Sindhu, yeah. Which will be more complete and also more glorification of Rupa Goswami in it also. Tehát ez teljesebb is lesz, és hát dicsőíteni jobban fogja dicsőíteni Rupa Goswamit. And then of course the goal of the execution of devotional service is love of God. Ugye, és a cél az természetesen az egész odaadó szolgálat célja a Isten szeretet kifejlesztése. Termed prayojana, or the goal. Tehát ez a cél, a prayojana. And that's there in these eight prayers, especially the last two prayers. Ez benne van ebben a nyolc versben, különösen az utolsó két versben. So yeah, those three subject matters are encased in those eight prayers also. Tehát ez a három téma is megjelenik a nyolc versben. So when you know the major topics, then you take those major topics and then you unpack them more and more, and that's what the acharyas have done. Tehát ugye, hogy megvan a három fő téma, akkor ez az, amit egyre jobban kibontanak az ácsárják. Okay, anything else? Van még valami? Okay, thank you. Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai.